részéről különböző nyelvű emberek. És amikor eljött a Szentlélek és kitültetett az apostolokra, akkor összefutott a sokaság, és csodálkozva hallotta, hogy mindenki a saját nyelvén hallja, amint az apostolok beszélik az Isten csodálatos dolgait. És az emberek különbözőképpen reagáltak erre az eseményre. Voltak, akik csúfolódni kezdtek. Édesbortól részegedtek meg. Miféle ez a nagy zűrzavar? A mások álmélkodtak, nem tudták, hogy mi legyen, nem tudták, hogy mi történt. És Péter először a csúfolódók felé fordul, és nekik ad választ az ő prédikációjában. És azt mondja, nem részegek ezek, mint ahogy ti mondjátok. Voltak, vannak és lesznek mindig csúfolódók. Hogyan reagáljunk a csúfolódók beszédére? Bárcsak tanulnánk Pétertől. Nem kapta fel a vizet. Nem reagált úgy, hogy hát, hogy mertek így beszélni, hanem egyszerűen, világosan, félreértetlenül elutasította a hamis vádat. Nem részegek ezek, ahogy ti mondjátok. Hanem az, amit Isten megmondott jó előre az ő profétái által. Nem kell cáfolni a hamis vádolókat. Isten el tudja némítani ezeket. Aztán a második gondolatban Péter az álmélkodóknak válaszolt, akik azon tűnődtek, hogy mi akar ez lenni. Nagy zűrzavar. Többféle nyelven beszélik az Isten csodálatos dolgait. Ma is vannak sokan tájékozatlanok, és vannak, akik álmélkodnak és kérdezik. Mi ez a nagy nyelvzavar? Amikor egyesek azt mondják és állítják, hogy jó cselekedetek által, ha sok jót cselekszel, ha naponta elmondasz egy bizonyos számú mi atyánkot, vagy elmész még egy búcsúra is, akkor üdvösséget nyersz. Mások azt mondják, hogy ha megtartod a szombatot, akkor üdvözülsz csak. Mások azt mondják, ha egy bizonyos felekezethez tartozol, akkor üdvösséged lesz. És sokakat zavarba hoz ma is az Isten gyermekeinek valló emberek ilyen